Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok! Elindult végre az E317 gamer Magyarország. Minden gamer most úgy, van, eltűnik a, a gépe előtt, sehol se lát. Nos, um aki nem tudja, mi az E3 gyors egy nagy gamer show Amerikában egyéb évben egyszer megrendezik, és olyan játék mutattak be, illetve játékokat, amit innen egy évtől három évig minden bizonyal el fogsz játszani. Nos, a másik jellemző, hogy leginkább ugye az összes kiadó kicsi nagy összegyűlik, és ugye megtartják a maguk előadásait. Nos, azért az E3-nak a Jövője ebből a szempontból mindenképpen kicsit kétséges, mert a tavalyi évben például azért próbálták a nagyobb cégek bolykotálni, például az Activision, mint olyan nem volt ott, inkább megrendezték a saját ilyen kis bemutatójukat, mivel hogy egy bizonyos szempontból ez már egy elavult koncepció, az E3. Na de az idei év, igen, különleges, hogy minden nagy a kiadó, vagy gyártó, vagy ahogy tetszik, úgy néz ki, hogy jelen lesz, és valami be fog mutatni, amit én meg leszeretnék fedni egy kicsit, és tegnap az első az ié volt. Azt kell, mondjam, hogy hát aki eddig nézegette az E3-okat a jövőben, egy valami nekem nagyon feltűnt most az ie nél hogy sokkal, sokkal, de sokkal, a kisebb színpadon voltak, mint az eddigi uh, e 3 okon Na most igen, tehát a legtöbb kiadónak az a legnagyobb baja az E3-a, hogy drága, és nem éri meg ebből a szempontból. De most valamit nagyon ugye be akartak jelenteni az IE is, úgyhogy lássuk, mi volt az E3 IE um sajtótájékoztatón, mivel foglalkoztak egy kicsit lefordítva magyarra mindazoknak, akik nézték esetleg, és nem értettek mindent belőle. Ugye az egész indult, és mint van hogy ki fogom emelni azon részeket, amik jobban érdekeltek, és az egész indult a Madden-nel, gyakorlatilag így, így értik, hogy Madden, minden, tudjátok, az amerikai focis játék. Számomra ez a játék távol távol áll tőlem, azt kell mondjam, hogy jól nézett ki, szép volt, volt akkor dobosok, de kávé két percig tartott az egész bemutató. Azt hiszem, senkinek semmi olyan extra újat nem mutatott a dolog. utána szó volt a FIFA-ról is, ami, hát azt kell mondjam, hogy egyre évről évre egyre szebb és egyre jobb mozgás kultúrával rendelkezik, ami nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt benne. Mármint nem csak az, hogy Ronald, Ronaldot felkérték, illetve megkérték, hogy ő is benne lesz a játékban, megcsinálta, akit futballcseleit fölvették, hanem lesz neki ugye egy story módja is, Alex Hunter személyében. És, és azt hiszem, hogy ez még azoknak is, akik nem kedvelik például a futballjátékokat. Én például 10 évig fotosztam versenyszerűen, de sose szerettem játszani vele, sőt igazából nézni sem annyira, igazából sokkal jobban szerettem játszani, de viszont esetleg, hogy van neki egy ilyen kis sztori módja, még én is lehet, hogy belenézek, na jó, valójában biztosan nem fogok, szóval. De, de azt hiszem, hogy ez mindenképp egy tök jó um, lépés dolog, és a Frostbite engine egyre jobb munkát végeznek, ugye, amióta összeépítették a FIFA mozgás kultúráját a Frostbite Engine-be beleépítették, azon, és egyre, egyre jobban fejlődik ez a dolog, ugye ez BF3-nál történt meg először, azért tűnt annyira realisztikusnak a, a katonáknak a futása bf 3 mert akkoriban az, a, a, az akkori um, FIFA motort összeépítették a mozgáskultúrát belőle a Frostbite engine és és mostanra már ugye a Frostbite Engine hajtja az egészet. Nos, szó volt Need for Speedről, és azt kell, hogy mondjam, hogy um, hát hosszú-hosszú-hosszú évek óta most először ott tartok, hogy anyám, Need for Speed, tehát először, vagy utoljára Need for Speed Carbon, illetve Most Wanted uh, Edition-ökre voltam nagyon ráizgulva, hogy tetszett a carbon konkrétan. Képes voltam vizsgálni előtt, még hajnali négykor is, amikor fősül is voltam, még attól, hogy most én már pedig kimaxolom ezt a játékot, uh, valamiért nagyon ráizgultam. Nem vagyok az a nagy autó autóversenyzős, viszont, aki látta... Uh, Gyakorlatilag a, az i3 sajtótájékoztatót látod, hogy a háttérben egy-két érdekes kocsitnak a e, fejlesztése folyt, és ott volt egy bogárhátú, szóval, és ki is emelték, hogy benne lesznek a játékban e, konkrétan ilyen retro autók, amit konkrétan e, darabjaitól, gyarabonként össze lehet illeszteni, és úgy nézzenek ki, ahogy te szeretnék. A, 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 a story valami olyasmi lesz, hogy... E, meg kell állítani a rossz jót és el kell foglalni a várost. Hát nagyon nem váratunk túl sokat vele róla, viszont viszont egy, a, egy nagyon jó opció volt, aki észrevette, tehát ebben a um, kis rövid részletben, amit bemutattak, nagyon az egész egy ilyen cinematik, uh, tehát egy ilyen mozis élményre ad következtetés, nagyon szép volt, -e, a Frostbite Engine egyszerűen hát le a kalappal, ugye, hogyha arról van szó, hogy környezetet kell csinálni neki, és, és az egészet egy ilyen kicsit filmszerűsre csinálták, meg lehet, hogy nem lesz, ami nekem kifizetten örülnék, hogyha nem lesz teljesen egy, egy full um, versenyre ráhelyezett alap Need for Speed, hanem inkább egy story vezérelt és rámixelt versenyekkel, és hogyha a kocsikat tényleg egy ilyen, egy kicsit azt mondjam, hogy egy kicsit Mad Max szintű ilyen kinézetű retro kocsikat is felhasznál, az nem csak a legmodernebb faszakocsikat, akkor, akkor azt hiszem, hogy a Need for Speed egy teljesen korrekt utat vett föl ezzel ezzel a résszel. Úgyhogy reméljük a legjobbat, és reméljük azt, hogy nem csak DLC-ként juthatsz hozzá egy-egy ilyen retro kocsihoz, hanem úgy alapvetően lesz egy jó pár öm, a játékban, is nem a legújabb, legtoppabb kocsi, szóval egy kicsit jó, hogyha visszamegyünk ilyen retrohoz. Szóval a bogár hát miatt én már teljesen be voltam zsongva. Nos, mi volt a következő dologja? Igen, létezik, akik tudjátok, hogy létezik egy olyan, hogy EA Originals. Az EA, mint kiadó, úgy döntött, hogy felkarol kisebb cégeket, és akiknek értelmes ötletük van, és pénzt ad a, a munkájukhoz, és be is mutattak egy ilyen játékot, aminek a címe A Way Out lesz, tehát egy kiút, így is lehet mondani, egy börtön fogunk játszani, több valószínű, hogy erősen történet vezérelt dolgot fogunk játszani, és split screen kóp lesz, akár, az is lehetne, remélhetőleg PC-n is, tehát nem, hogy csak konzolra fog jönni, olyan PC-n is ki fog jönni, és PC-n is lehet split screen játszani, tehát ilyen osztott képernyővel, vagy csalánat. és... Uh, érdekesnek tűnik látszik, hogy indie játék, de látszik, hogy van mögötte pénz is, szóval az EA Original, tehát az EA ebből a szempontból hogy néz ki tényleg um, meg hozzáadja a befektetett pénzt ahhoz, hogy igényes lenne a játék egy érdekes koncepció, túl sokat nem tudtunk meg róla annyit, hogy egy börtönsztori, történetvezérelt és co lesz uh, vannak benne hülye humorok is amint így röviden kiderült a kis apró trailerből. Érdekes koncepció, kicsit olyan maffia három bekeveredés van benne, de mégis egy ilyen szökéses történet. Meglátjuk, mi lesz. De az, hogy koop része, és csak és kizárólag koop lesz, tehát single player, mint önmaga nem lesz, csak és kizárólag koop lesz, kette játszhatjátok online-t vagy osztott képernyőn, Érdekes, vár, várjuk a kíváncsiságokat. Uh, tény tényleg kíváncsian várom. Na és a következő dolog, és javaslom, hogy ma nézzétek az Xbox konferenciát ezzel kapcsolatban, akit érdekel. Uh, Nemrégiben kiderült, hogy a Mass Effect Andromeda miért volt annyira elcsöszlen. Na most röviden az egész történetszám mögött mondjuk azt, hogy az is benne állt, hogy konkrétan a Bioware, akik ugye a Mass Effectért felelősek, a főfejlesztő csapat nem igazán dolgozott az Andromédán, és megeshet, hogy annak is köze van ahhoz, hogy a Mass Effect Andromeda nem lett olyan sikeres. Na, de miért nem dolgozott? a BioWare ezen a Mass Effect Tundra, mert azért, mert titokban a főbb fejlesztő csapat egy olyan játéken dolgozott, ami istentelenül lerobbantja mindenkinek a fejét, a játékok Bob Dylan jelez, ilyen jelzőkkel illeték, csak senki semmit nem tud, annyira titokban folyt ez a játék, senki semmit nem tudott róla, csak a plecskák, hogy a BioWare valami dolgozik, valami nagyon dolgozik. És az IE végre ezen az E3-on be is jelentette, hogy mi ez a, ez az új cím, tehát egy teljesen új cím lesz, egy A, -A, -A kategóriás játék, ami hagyjuk, de lejön meg őszintén, tehát elég maceralmanapság egy új címet elindítani a, -A, a kategóriában, mert elég durva a versenypiac, és végre a BioWare lerántotta a leplet egy mini-mini teaser trailerrel az új játékról, de ma az Xbox 360 konferencián, gondolom a Microsoft konferencián, lesz gameplay is belőle a játék, címe pedig pedig Antem volt, tehát a játék címe Antem. Érdekes koncepció. A rövid teaser trailer alapján, hát, uh, annyi lehetett látni, hogy van egy nagy fal, Destiny, van egy bio ruha Mass Effect, és van egy szörny, uh, mi is annak a játéknak a címe, hogy nagy szörnyekre kell vadászni. Valaki tudja a címét, én már elfe evolve. Na, um, egy kicsit egy ilyen mixture-nek tűnt, de ez, ez konkrétan tényleg csak egy fél perces trailer volt. Uh, azt kell mondjam, hogy gyönyörűen nézett ki, ezen a pár másodpercen tudja, az egész ilyen előre renderált valami volt, persze, de majd meglátjuk a mostani gameplay Hogyha hogyha egy, egy már haj az a Horizon Zero dawn ra aki ismeri a Horizon Zero Dawn, tudja, miről beszélek, PS4-ről, és ez ki fog jönni PC-re, és én engem megvettek kilóra. Tehát egy ilyen Horizon Zero Dawn szerű világ, apokaliptikus világban játszódó történetre, én teljesen vevó vagyok, még akkor is, ha nem robotszörnyeket kell ülni, hanem sima szörnyeket, de de teljesen nyitott vagyok valami ilyesmi, úgyhogy én remélem tényleg, hogy a BioWare nyélbeüti ezt a játékot, ez ezen a rövid trailer alapján úristen, tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Nos, a következő dolog, még mindig nem tartunk a Star Wars-nál, hölgyeim és uraim az lenne az NBA. És megint csak nem tudom, tehát én megint csak nem játszom sportjátékokkal, de ha jól tudom, az NBA-ben sem volt ilyesmi, amit most eddig csináltak. Ősz behozták a képbe nem csak azt, hogy a profi ligában játszhatsz konkrét az NBA-ben, hanem így az utcákon is. Tehát kicsit úgy összekeverték egy kicsit a dolgot, és azt hiszem, hogy egy, egy, egy jó körfordulat az NBA-nek is, az, hogy nem csak egy profiligában állíthatsz össze csapatot, stb. menedzselheted, hanem úgy jövezetten az utcán is bebizonyíthatod, hogy mennyire jó vagy. Amire kíváncsi leszek ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy mennyire tudják megoldani a különbségeket az utca vs. a, a, a profiliga között, mert Hát legyünk van az utcán a szabályok mindig másak, és, és remélhetőleg már de sikerül hoznunk egy valódi különbséget az utca és a profiliga között hogy, hogy tényleg legyen egy különbség játékélmény, mert, ha nem, akkor gyakorlatilag egy, nagy, egy ilyen nagy mesh lesz. Nos, végre elérkeztünk az első csúcspontjához, és hát mindegy, mikor látjátok ezt a videót annak a csúcspontjához. Végre bemutatták 18 perc, kemény 18 perc, azt hazudták, hogy fél óra lesz, de kemény 18 perc, full Star Wars Battlefront 2 multiplayer-t láthattuk, mert azért benyomtak egy multiplayer-trailert, és azt a kurva, tehát ilyen lévabőrös lett az ember, tehát megvettek kilóra már azonnal, és utána bemutattak egy gameplay is, és, és wow... Um, Hol is kezdje? Megpróbálok hidegfejjel hozzáállni, az egészre Star Wars-mániás vagyok, tehát éppen nem tényleg ilyen nerd szintű Star Wars-mániás vagyok, inkább az a geek szintű Star Wars-mániás, szeretem a környezetet, szeretem hozzá kapcsolódó dolgokat, és úgy érzem, hogy most igen-igen ütöttek valamit ezzel a Star wars a végre, tehát lesz single player kampány, ami ugye a hatodik és a hetedik rész között fog játszani, a halálcsillag felrobbanása után konkrétan, és megtudhatjuk, hogy hogyan alakult meg a New Order, tehát elméletileg erről lesz benne szó. Szóval reméltek, későbbiekben kapunk még más single player-t is, mert most csak a multiplayerről van szó. Lesznek droidok, szuperharci droidok, tényleg ott lesz Yoda, Rey, Han Solo, tehát az összes szervosz univerzum, univerzum filmből létező hős, karakter, főszereplő, tényleg Darth Maul, egyszerűen nagyon durva, hogy lehet vele játszani, és, és fantasztikus. Na most, amit, amit hiányoltam belőle, amit nem láttam így gyorsban, reméljük egyszer talán egy Future dlc ben benne lesz, nem lesznek droidikák, konkrétan tudjátok, amik így gurulnak, feljön, shieldet maga közé rak és lő, de talán nem is annyira baj, mert elég OP lenne. Üm. Egy apró zavaró tényező volt nekem, egyes karaktereknél, vagy lehet az összesi, lehet, hogy ezen lehet állítani majd a későbbiekben, ne vegyétek készpénznek, zavart, hogy csak a főső test látszott uh, ki külső nézetben, de annyira nem zavarom, mint engem zavart, mert nekem jobban tetszett ez a teljes test látszódik külső nézetben című, ami a mostani uh, Battlefrontban is van. Uh, nagyon jól nézett ki a multiplayer, Frostbite Engine pályák, gyönyörűek, lövés, szokásos uh, Battlefield, uh, Battlefront hangulat, megvolt fegyvereket. A fegyvereket most már lehet uh, testre szabni, mit akarsz rájuk, ez egy pozitívum, és a másik fantasztikum pozitívum, hogy a szuperhősök nem felvehetőek lesznek a pályán, hanem játék közben szerzett pont pénz alapján megvásárolhatod magadnak. Tegyük fel például, láttam, hogy hirtelen a képernyő a 2000 pontba került, megveszed magadnak, sok a Han mész. Több hős is máskálhat egyszer a pályán, mint kettő, mert aki bizonyos szinteken jól teljesít, különböző hősöket vehet magoknak. Például, ha jól láttam, talán 300 ilyen pont lesz egy szuper droid, már ha azon az oldalon játszol, és megveheted, egész jól bírja a lövéseket, hogy őszinte őszintén, ahogy láttam, és a lényeg az tehát, aki még annól játszott a honfront multiplayerével, egy kicsit az ilyen home front multiplayer, lőjé, őjé, jelz az objektívet, pontokat kapsz, értes a pontok, itt beválthatod valamilyen killstreakre, jelen esetben itt ugye egy, egy szitlovagra, jedire, mit tudom én, Han Solo -féle, rablóra, vagy Super Harcy droid, majd még meglátjuk, hogy mik lesznek ezek, és lemélhetőleg ugyanilyen pontrendszer alapján válthatod be, be például a Slave egyre a pontjaidat, vagy az ezer éves sólyomra is a pontjaidat, szóval elég érdekes, természetesen lesz benne űrcsata, leg like proper, rendes, normális űrcsata, kint nyomhatjuk, és a single player is, amennyit mennyit, két mutattak belőle, nagyon jól nézett ki. Azt kell, hogy hogy nézzetek utána, de a, a multiplayer jól nézett ki, és tényleg jó volt végre látni, hogy hát felölelték az összes univerzumot, tehát tényleg odafigyeltek arra, hogy az emberek mit szeretnek. És még egy nagyon-nagyon jó pozitívum ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy hmm. öm, egy csomó minden ingyenes lesz. Tehát nem, nem kell minden szaré pénzt vizetni, de a leginkább ilyen skinek és a többi rögtön első naptól ingyenes lesz mindenkinek. Nos, srácok, ennyi lett volna E3, ahogy az időm engedi, szeretném a többiről is szeretnék a többi is beszélni, az Xbox 360 konferenciát érdemes lesz nézni, legalábbis a BioWare új játéka miatt, remélem, hogy ki a PC-re is, és nem csak Xbox 360 exkluzív lesz, nagyon szeretném. De ennyi lett volna mostanig. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like és ugorjatok el a Facebookra, ott azért egy-két érdemes trélert fogok öm, leközölni annak, aki kíváncsi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!